Műsorunkban elhangzott, a város minden területén kezd újraindulni az élet. Megnyitott a hagymatikum gyógyfürdő, a Maros Kalandpart és a Lomkorona a József Attila Városi Múzeum skanzenje, az Erdei János Városi Sportcsarnok, május 18-ától pedig igénybe vehetők a parkok és a játszóterek, ezeket az említett dátum előtt még egy alapos fertőtlenítésnek vetették alá. Nem volt ez másképp a bölcsödék és az óvodák udvarán sem, ugyanis május 25-től ezek az intézmények is teljes mértékben újra nyithatnak. Tulajdonképpen a járványügyi helyzet fennállása előtti jogrend áll fönn, illetve működtetési jogrend áll fönn teljes mértékben, tehát a szülőknek nem kell nyilatkozatot tenniük, illetve nem szükséges más egyéb szabályozást bent tartani. Tehát tulajdonképpen a rendes kerékvágásba áll vissza minden. Ez nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy éppen időben történő döntése volt a kormánynak, hiszen eddig egy-egy foglalkoztató teremben öt főt lehetett, öt gyermeket lehetett nevelni vagy gondozni, attól függően, hogy óvodai feladatellátás vagy gondozói feladatellátás, és ezt tulajdonképpen már nem bírták ezt a, az intézmények, már ezt a kapacitást nem tudták föntartani ezért így most 25-től teljes körűen tudjuk fogadni a gyermekeket. A polgármester hozzátette, az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetések alapján elmondható, átlagosan 70-80 százalékos igény mutatkozik a bölcsödei és az óvodai elhelyezésre. Az önkormányzati fenntartásban lévő intézményekben a nyári kéthetes leállás sem lesz megtartva, ezzel is tovább segítve a szülőket. A város korábban is nagy figyelmet fordított a nyári táborosztatásra, ezeket kormányzati döntés szerint június 16-ától meg is lehet tartani, a megfelelő higiéniai szabályok mellett. Több sportegyesület és alapítvány már, hogy szeretne élni ezzel a lehetőséggel. A József Attila Városi Múzeum és Könyvtár például 22 különböző táborral készül. A városvezetés mással is gondol a fiatalokra. A veszélyhelyzetből fakadóan ugyanaz idei gyermeknap elmarad, de az önkormányzat fagyi kuponokat küld ki az összesen 4513 18 év alattinak. Ezzel a vállalkozásokat is támogatva, ugyanis ezeket helyi fajdlantárosító helyeken lehet majd beváltani. Farkas Éva a testületi ülések sorsáról is szótejtett a beszélgetés során. A magyar kormány várhatóan május 26-án bejelentéssel lesz annak tekintetében, hogy a rendkívüli jogrend feloldását mikortól szeretnék megvalósítani. Amennyiben ez június 15-től megvalósul, akkor már június 17-től a munkarendünk szerint június 17-én már tarthatunk rendes testületi ülést. Itt a város polgármesterének be kell számolnia arról, hogy a rendkívüli jogrend időszakában milyen intézkedéseket hozott meg, és milyen további lépéseket tervez meghozni a grémium, valamint az elmaradt beszámolókra is ekkor kerül majd sor. A beszélgetést teljes hosszában ma esti híradónk után Hírextra című magazinunkban láthatják.